kedves eltársak! Jelentjük, hogy zászlópontot megkezdte szervezeteinek építését a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség. Így kezdte beszédét Kovócsik Zoltán, az Előkészítő Bizottság vezetője. Kopjönő a párt nevében szólt a fiatalokhoz. Neveljen a kis szilárd, elfűz, a munkás hatalomért minden vállaló ifjú harcosokat. Reggel a Zsombolya utcában. A magányos fiatalembernek, Hámori Sándornak különösen ilyen tájt jut eszébe, hogy milyen keveset is tudnak életéről munkatársai, a többiek. Ismerjük kollégát, mint az autó- és traktoralkatrészgyár munkásból lett üzemmérnökét, de arról, hogy az úgynevezett melegüzem termelésén túl mi gondja és öröme van, tán semmit sem tudnak. Ám arra, hogy ő sem ismeri eléggé a többiek életét, csak akkor döbbent rá, amikor megválasztották tisztítkárnak. Látta a bajokat, a gyári fiatalok szertelen, szabados életét. Látta és segíteni akart. Taggyűlés, szeminárium, értekezlet. Ebből állt itt eddig az ifjúsági mozgalom, pedig kézenfekvőek voltak a lehetőségek. A Tronkép Leány Gimnáziumban is van kis szervezet. És az első közös megbeszélés után